Sziasztok! Tapasztalataim szerint nagyon sokakat érdekel a buddhizmus, de vagy belefulladnak a hatalmas könyvmennyiségbe, vagy pedig elakadnak a különféle terminológiák. Szanszkrit, páli, tibeti, kínai szavaknak a sűrűjén, és azt érzik, hogy ez nekik túl sok. Ez csak azért nehéz, és azért egy fura helyzet, hiszen a buddhizmusnak pontosan az a célja, hogy világosságot hozzon a nem tudás éjszakájába, mert pontosan az a célja, hogy tisztázza a bennünk lévő folyamatokat, de mégis a mai kor és a szubkultúra miatt azzal találkozunk, hogy nagyon nehéz belépni ebbe a világba, amit akár a buddhizmusnak, vagy például a kolostori buddhizmusnak neveznek. Ez volt az egyik motiváció arra, hogy elindítsunk egy buddhista alaptanítások online kurzust, amely egy új vállalkozás, tulajdonképpen egy úttörő dolog, tehát még én is nagyon izgulok, hogy hogy fog kinézni. És a szerkezete az úgy néz neki, hogy a nemes 8 rétű ösvény alapján 8 szinten 2-2-2-2 tanítással mennénk végig azon, amely tulajdonképpen a középútnak a lépései szerint felvázolja, hogy mit érdemes tudni a Buddha tanításáról, nyilván alapszinten, hiszen ez egy alaptanítás kurzus. Ebben a kurzusban el fognak hangzani azok a fogalmak, próbáljuk ezt majd szanszkritul, pálul, tibetül, ahogy például a könyvekben megtaláljátok, és ismertetni, hogy ezek a fogalmak ne legyenek idegenek. Nagyon sok esetben nem szokták őket lefordítani, mert olyan jelentéstartalommal rendelkeznek, amely egy szóval visszaadhatatlan. Fontos számunkra az, hogy ezek ne akasszanak meg minket. Nyilván ez a buddhista szövegeknek a jellemzője, hogy a buddhista kifejezéseket tartalmazza. Tehát a cél az is, hogy egyfajta szótár, dharma szótárt adjunk, amely révén könnyen lefordíthatóvá válnak a szövegek, könnyen értelmezhetővé válnak a saját magunk számára, hiszen a cél az az, hogy a buddhizmus tanítása ne valahol kint a világűrben maradjon a tudatunkban, hanem egyszerűen részünké váljon, akár a saját létezésünkben felfedezzük ezeket az állapotokat, nem feltétlenül a szakszavak, hanem a saját anyanyelven megértett fogalmaink által. Az egyik cél az az tehát, hogy segítsen minket ebben a rengeteg könyvben, filmben, meditációs módszerben eligazodni. A másik pedig az, hogy a saját gyakorlásunkat is meg tudjuk erősíteni, és tudjuk azt, hogy amikor gyakorlunk valamit, az hova tartozik, az milyen alapokon áll, milyen módon működik, és hova fog eljutni. Ezek mind olyan fontos dolgok, amelyek a tisztánlátásunkat erősítik, és fontosak, hiszen a saját életünkről van szó, a saját szabadságunkról van szó, megértésünkről van szó, a saját boldogságunkról van szó, és hát nyilván a buddhizmus az nagyon sokat beszél arról is, hogy hogyan tudjuk kezelni azokat a problémákat, amelyeket az életünk ad, például a nélkülözést, például a betegséget, vagy például a halált. A kurzusnak a hátterében még egy aspektus van, és ez pedig a technológiai világ. Tehát régen a tanítás az a maga természetes módján ment, volt egy tanító, a tanítvány megkereste, a tanító a tanítvány tanítványa avatta, és utána pedig a tanító és a tanítvány között megtörtént a tanítás. Ami azt jelenti, hogy valami olyan dolog került átadásra, módszer és bölcsesség, aminek a révén a tanítvány is például tanítóvá tudott válni. Ma ezek a régi módszerek már nem úgy működnek, ahogy a régen, vagy a régi időkben, és ezért megpróbáltuk alkalmazni a mai technológia lehetőségeit, és azokat a módszereket, ami például az online tanulás, vagy például az ilyen részekből álló kurzusok, vagy kvízzel való tanítás, vagy például a PPT-k használata, amelyek a mai technológia által remélhetőleg lehetővé teszik azt is, hogy ne csak a technológia vagy a modern tudományokban, de a régi ősi hagyományokban is egy olyan eszközként működjön, ami segíti akár a dharma gyakorlását, akár a dharma tanítást, akár a dharma megértését. Azaz megpróbáljuk integrálni a technológiát a dharma működésébe, és természetesen ezek úttörő próbálkozások. Hogyan fog kinézni a kurzus? A nemes 8 rétű ösvény lépéseink keresztül megyünk végig, 16 videó, ugye 2-2-2-2 szolgálja majd a megértésünket. Az egész kurzushoz fog tartozni egy PPT,
ahol szlájdokra bontva fogjátok látni mindegyik tanításhoz kapcsolódó kulcsfogalmaknak a szerkezetét, ami nagyban erősíti a megértésünket, hiszen a szerkezetek azok olyanok, mint a hajszál, az összefüggések, és a kulcsfogalmak azok, amelyek meg megerősítik a megértésünket és az értelmünket, és ráadásul segítenek abban, hogy eligazodjunk a különféle buddhista tanítások és szövegeknek az erdejében. Fog egy kvíz is kapcsolódni az egész kurzushoz, amelynek az a célja, hogy ellenőrizzük a saját tudásunkat, és hogy újra és újra végignézve a videót, megnézve a tanításnak a szerkezetét, tudjuk tesztelni azt, hogy mennyire értjük már, mennyire vált természetessé az, amely a különféle szintekhez tartozó tudásanyag. Tehát tulajdonképpen a cél az az, hogy egyfajta játékos formában megtanuljunk tanulni, tehát megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet megfigyelni valamit, hogyan lehet gondolkodni egy tanításra, és aztán hogyan lehet önmagunkban ezt integrálni, meditálni a dolgon, valamint visszaadni, tehát ellenőrizni a saját tudásunkat. Úgy mondják, hogy az ösvényen az első erő, amelyre szükségünk van, ez a hit, sraddá, avagy más néven az érdeklődés ereje. Remélem, hogy sikerült fölcsigáznom az érdeklődéseteket, és remélem, hogy találkozunk az online térben. Köszönöm szépen, sziasztok!